Az egyetemi szervezeti fejlesztéseknek a gerincét alkotja gyakorlatilag a Tudásmenedzsment Központ. Arra vállalkozunk, hogy az egyetemen létrejött tudást összegyűjtsük, rendszerezzük, közvetítsük a gazdasági szféra felé, és ennek következtében olyan új tudásokat hozzunk létre, amelyekkel segítjük a gazdasági partnereket. Egy 2 éves fejlesztési folyamat végén vagyunk, nem zárunk le semmit, hiszen ez a folyamat több évre szóló. A következő években folytatjuk ezt a tevékenységet, több szabadalmat, védjegyet szeretnénk még az egyetem javára bejelenteni, és a kutatási projekteket olyan irányba befolyásolni, hogy az ipari, vállalati partnerek is figyelembe vegyék azt, hogy az egyetem szellemi eszközeit gyarapítani szeretnénk, ezt hasznosítani, más cégeknek is licenciába adni ezeket a javakat, és ezáltal növelve, mondom, az egyetem szellemi portfólióját és ennek az értékét. Valójában ezzel a fejlesztéssel felzárkózik a Széchenyi István Egyetem a hazai egyetemekhez, hiszen ők az elmúlt 5-10 évben hozták létre a hasonló technológiai transferirodájukat más pályázati konstrukciók keretében. Úgy gondolom, és projektvezetőként ezt felelősség teljesen tudom kinyilatkoztatni, hogy az elmúlt 2 év során sikerült felzárkózni, a kollégáink tudásszínvonalát sikerült felhozni arra a szintre, ahol a többi hazai központ áll, velük nagyon szoros a partner kapcsolatunk, és emellett olyan információs rendszereket fejlesztettünk ki, amelyek segítik ezt a tevékenységet, sőt, mi több, ennek egyfajta támogatását adják.